Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Családőrzők című műsorunkat látják. A stúdióban köszöntöm vendégeinket, Papp Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Tornyai Gábor atyát, mentálhigiéniás szakembert. Szép napot kívánok mindenkinek. És ebben a műsorban is van még egy Gáborunk, Páncél Gábor, akit nagy szeretettel köszöntök, aki a Kerekvilágház Alapítvány kuratóriumi tagja. Mindig elmondjuk, de mivel erre vagy a legbüszkébb, most is elmondom, 4 leánygyermek édesapja, és egész jól van. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. És akkor nézzük, hogy mi lesz a mai műsor témája. Egy héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy milyen az, amikor távol dolgoznak a szülők, és ebből eljutottunk oda, hogy számítógép használat, televízió nézés, és azt hiszem, hogy ehhez a témához egy kicsit még vissza kell térnünk, hiszen arról nem beszéltük, hogy tulajdonképpen miért is féltjük annyira a gyerekeinket a televíziótól, vagy mondjuk a számítógép, vagy a telefon használatától. Miért féltjük tőle a gyerekeket? Milyen hatással lehet rájuk? Én azt hiszem, hogy a szülő, a 4 gyermekes szülő lesz az első, aki erre reagál. Én nagyon szívesen reagálok erre. Az én elképzelésem szerint azért féltjük a gyermekeket ezektől a kütyüktől, mert két fontos oka van, ami nekem így most eszembe jut. Az egyik az az, hogy vannak dolgok, amiket elmondunk egy mesében, és addig, amíg ez képen nincs ábrázolva, addig a gyermek abból dolgozik, ami az ő fejében van. Ezért az sosem lesz olyan rémisztő. Tehát egy csomó történet nem okoz neki szorongást, és sokkal inkább megérzi a mondani valóját, azt a részét a történetnek, amit ő magával tud vinni, mert nem tereli el a figyelmét a kép, ami készen van. Ugyanis, hogyha leül megnézni egy filmet, akkor abban biztos, hogy olyan dolgok lesznek, amit nem ő talált ki, nem ő találja ki, hogy néz ki a sárkány, nem ő találja ki, hogy milyen a mézes kalácsházikó, hanem valaki helyette megcsinálja ezt a munkát. Ez visszaveti a kreativitását is, ráadásul, hogyha ijesztő dolgok vannak benne, az azért lesz ijesztő, mert azt onnantól kezdve úgy fogja gondolni, hogy úgy néz ki. Ha ő maga találhatja ki, akkor szerintem ez nem lesz ránézve annyira ijesztő, mert a saját képzeletéből dolgozik. Rengeteg anekdotát tudnék most elmondani, de nem fogok, ez nagyon sokáig tartana. És a másik dolog pedig az a tétlenség, az, hogy egy teljesen természetellenes, hogy akár egy 10 éves is, de hát az alatt végképp egy fél órán keresztül tétlenül üljön, és ne csináljon semmit, hiszen ha látunk már gyereket simán csak az orvosnál a váróteremben, akkor igazi rátermet anyuka és apuka kell hozzá, hogy annyi mondókát, annyi játékot, annyi mesekönyvet, annyi ötletet be tudjon vinni abba a 30 perc, jobb esetben csak 30 perces várakozásba, hogy le tudja kötni a gyerek figyelmét, mert ők egyfolytában mozogni akarnak, beszélni akarnak, játszani akarnak, aktívak akarnak lenni, és ez ellen megy minden képernyő szerintem. Nem lehet, hogy ugyanez a felnőttekre is vonatkozik? Tehát, hogy ugyanilyen hatással lehet a felnőttekre is a televízió nézés? De nagy valószínűség szerint igen, ugyanis elkényelmesít. Tehát azt nem mondom, hogy teljesen megöli a kreativitásunkat, ami alatt én értem akár a művészi alkotásokat is, vagy a probléma megoldó képességet is értem a kreativitás alatt. Tehát nem mondom azt, hogy maximálisan megöli, mert valahol azért mégiscsak elkerülhetetlen. Ugye mindenkinek, minden felnőttnek, minden szülőnek van egy filozófiája erről, és egy saját értékrendje és értékrendszere, ami neki belefér, azt engedi meg. Most Gáboréknál ez egy nagyon, szerintem egy nagyon hasznos és nagyon szép filozófia, hogy emellett nevelik a gyerekeiket. De tudjuk azt, hogy a nagy többség sajnos nem így, nem ezek mellett az értékek mentén él, és én őket sem ítélem el, vagy nem mondom azt, hogy az helytelen. Ez van, X-ék így gondolják, Y-ék úgy gondolják, és Z-ék amúgy csinálják, tehát hogy ezt mindenkinek a saját filozófiája, hite szerinti és értékrendje szerinti gondolatai alapján cselekszik, vagy szabja meg ezt a határt. Viszont azt gondolom, hogy az, hogy leülünk a tévé elé, és sokszor csak zombi üzemmódban nézünk a tévé képernyőt, és sokszor csak meredünk, de nem is tudjuk, hogy mi van ott, és mondjuk ha ahelyett egy könyvet vennénk a kezünkbe, érdemes lenne megnézni, hogy mi változna az életünkben, vagy a gondolkodásunkba, vagy a világlátásunkba, vagy egyáltalán abba, hogy hogyan élünk, hogyan viselkedünk, mert hogy például van rengeteg agresszív film, ahol nagyon csúnyán beszélnek. Biztos ti is tapasztaltátok. És
amikor mondjuk egy ilyen film után mész el aludni közvetlenül, biztos vagyok benne, hogy biokémiai hatásai is vannak az agyra, a pszichére, mindenre, és biztos vagyok abban, hogy az az alvás minőség, az nem lesz olyan, a tudattalamban munkál tovább, az a valami, amit azok az ingerek, amiket akkor kaptunk. Tehát 1000%, hogy nem egészséges az, hogy ennyi elektrostatikus és elektromos kütyüvel vesszük magunkat körbe, és ott van a mobiltelefon a fejünk mellett az ágyban, vagy akár a mobiltelefonnal alszunk sokan, hálószobában tévé, például nálunk nincsen a hálószobában tévé, és nincsen minden helyiségben sem tévé, egy tévénk van. Gábor atya arca mesél. Folyamatosan mosolyogtam. Annyi minden kavargott, az ebből úgy voltam, mint a szünetből összigettünk, vagy még így, mielőtt elkezdtük volna így az adást, a Gáborral is mondta, hogy annyi minden benne van, amit úgy kiöntene magával, vagy elmondana magával, ugye ez a téma, hogy így előjött. Az egyik, ami eszembe jutott, megint a pap sapkámat veszem föl, van egy nagyon szép fogalma a keresztény gyakorlatunknak, mint úgy hívunk, hogy bálvány. Uh-huh. És én nagyon sokszor úgy szokták mondani, vagy úgy tekintenek a bálmerről, minket katolikusokat különösen is szoktak időnként így megbélyegezni, hogy bálványimádók vagyunk, de hogy számomra a bálványnak a fogalma az azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami elveszi a szabadságomat. És hogy innentől kezdve az az én felelősségem, hogy mit kezdek azzal, amin van. Tehát, hogy én tehát, hogy lehet számítógépem, lehet mobiltelefonom, lehet tévém, csak én uraljam. Uh-huh. Mert abban a pillanatban, hogy nem vagyok képes arra, hogy uraljam ezeket a dolgokat, az rabjukká válok. Legyen szó egy tévésorozatról, nekem az egyik ilyen nagyon fura élményem volt, amikor egyszer elmentem egy köszöntésre, egy talán szülinapi köszöntés volt, és megérkezett az egyik vendég, hogy azzal rontott be rögtön, hogy gyerekek kapcsolatok a tévét, mert így sorozat megy, és még egyetlen részt sem hagytam ki belőle. És akkor azt mondtam, hogy hát ennek ez az ember, ennek ez a sorozat, ez egy bálvány számára, mert hogy elveszi a szabadságát, de a másik oldalról meg ez a tévénézés. Én szoktam mondani, hogy nekem nagyon sokszor jól esik ilyen tábortűznézés, uh-huh. Tehát lehet, hogy ez a férfi agyamnak való, hogy az ősember hazament a vadászatból, és akkor leült és bámult a tüzet, hogy ott mozgott a láng, és hogy sokszor van nekem olyanom, hogy vagyok annyira fáradt egy nap után, hogy lefeküdni még úgy nem akarok, olvasni már nincs energiám, és akkor azt mondom, hogy így bekapcsolom, és akkor csak így lehet, hogy csak kapcsolgatom a tévét, csak hogy valami mozogjon. Ez se jó megoldás, talán lehet mondhatni ezt bárki, de hogy ez addig megy, amíg én nem kapcsolom a tévét. És hogy szerintem sokkal inkább talán való azt érdemes megtanulni, vagy arra érdemes odafigyelni, hogy a mindenféle dolog, ami körülvesz, és ami lehet azt mondani, hogy megkönnyíti az életünket, kapcsolatunk, ha tényleg megkönnyíti, és nem mondjuk rabjává tesz. Mondjuk egy mobiltelefon, amikor társaságban leülünk beszélgetni, nagyon sokszor tapasztalom azt meg, hogy akkor működik a telefon, és közben megy az, hogy figyelek. Vagy családba, elmegy a család látogatásra, és akkor ezek ilyen mosolygós helyzetek, amikor a családtagok egymás mellett az ágyon, és közben ott vagyok vendégként, valakivel beszélgetek, de volt olyan családélményem, hogy akkor az anyuka körbe ment egy kosárra, hogy akkor gyerekek, tegyétek be a telefont, mert most itt van Gábor atya, és akkor üljünk le, és figyeljünk rá, hogy ott van velünk. Tehát, hogy szerintem csak rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezekkel a dolgokkal, hogy hogyan rész az életünknek. És megint pályaszíléről mondva azt gondolom, hogy ez egyfajta szülői felelősség, mert szerintem a Gáborék se fogják megúszni majd azt, hogy előbb-utóbb a gyerekeknek kezdjenek használni valamit, csak ők már annyira bölcsen állnak ehhez, legalábbis én innen kívül ezt látom, hogy majd szépen megtanulják, hogy hogyan uralják ők a dolgokat, és ne a dolgok uralkodjanak fölöttük. Én szerintem talán ez a nagyon fontos. Köszönöm a dicséretet, bezsebeltem. Van ennek hátránya, és biztos vagyok benne. Egyrészt az egyik hátrány, amit szoktak mondani, attól nem annyira félek, hogy a gyerekeim el fognak maradni abban, hogy hogyan kell eszközöket használni. Aha. Na most akkor, amikor én még Basic-et tanultam programozni, a DOS-ban kellett parancsokat tanulni, uh-huh. és a Total Commander-nél kellett tudni, hogy akkor az F9, F8 mit csinálnak, akkor azt gondolom, hogy valóban kellett tanulni számítás technikát, hogy ne csinálj hülyeséget a számítógépen. De az iszonyatosan lebutított applikációk, amiket mostanában lehet használni, azt intuitíve egy 7 éves is meg tudja tanulni, sőt egy 4 éves is meg tudja tanulni. Nem féltem a gyermekeimet attól, hogy bizonyos szoftvereket hogy fognak használni azért, mert nem tudom hány éves korukig nem használtak konkrétan szoftvereket. Tehát ettől nem félek. Amitől félek az,
hogy ez a fajta önkontroll, amiről Gábor beszélt, hogy ha ő neki az újdonság erejével berobban az életébe, ez, mit tudom én, 12, 14, 16 évesen, akkor ő neki ez a kontrollja vajon hogyan fog működni. Most azt gondolom, hogy nyilván az lesz, mint Magyarországon a demokráciával, hogy a ló egyik oldaláról átesünk a másik oldalára, meg még néhányszor ide-oda, de biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog neki az a béke, amit gyerekkorában megélt, és könnyebben fog eligazodni abban, hogy meddig és honnantól tovább ne. És amit még mondanék, hogy hiába próbáljuk meg az emberekre hárítani azt a felelősséget, hogy mennyit, és hogy most leteszem, és hogy mikor, jelen állapotban szerintem olyan okosak a műsorszerkesztésben, akár a televíziók, illetve az összes social media és az összes egyéb akció, ami zajlik körülöttünk a digitális térben, hogy folyamatosan azt várja tőlünk, hogy figyeljünk rá. Ez már szerintem függőség, és már nem annyira tudja bárki azt mondani, hogy én ennek aztán akkor szabok határt, amikor akarok, és kontrollban vagyok. Szerintem ez a hajó már elment a 2000-es évek elején, de most meg már teljesen biztosan. Illetve az a fajta függőség, és nem akarom nagyon kinyitni, de azt gondolom, hogy ez is hatással van a családra, hogy meg főleg akár gyerekekre, hogy van egyfajta elvárás, hogy ne maradj le. Tehát, hogyha te nem ismered ezeket a dolgokat, nem látod ezeket a dolgokat, akkor tele vagy maradva. Nem biztos, hogy minden szinten, de hogy van, vagy lehet, inkább lehet, hogy inkább ez a pontosabb, hogy lehet. És az is egy nehézség tud lenni adott esetben, hogy mondjuk egy gyerek, aki olyan közegbe kerül be, ahol egészen más értékrend veszi őt körül, mint amiben mondjuk ő belenőtt, ő hogyan tud ehhez alkalmazkodni, tud-e, merre, van-e akkora biztonsága és ereje, hogy ehhez mondjuk létezni tudjon, vagy pedig ha nincs olyan közege, ahol ebből megerősödik, akkor... Szóval ez a merek-e más lenni egy olyan világban, ahol egészen más sugároznak felém. És most megint a saját oldalamat nézem, csak mondjuk akár keresztény emberként, hogy egy keresztény értékrendet képviselni lehet egy olyan közegben, ami már, én azt mondom, egy picit ilyen posztkeresztény világ, amiben most vagyunk, és valaki még ragaszkodik azokhoz az értékekhez, amik még az ő családjában ott vannak, a szülei még ezt mutatják, ő ezzel megy be az iskolába, és közben nem ez veszi őt körül. És a gyerek számára is azt gondolom kérdés tud lenni, meg adott esetben, itt az, mert hogy az iskola gyerek viszonyt vizsgáljuk, hogy a szülő számára is kérdés az, hogy mit tud megteremteni a gyerekének, hogyan tudja, én nem tudom, nem biztos, hogy jó szó, hogy felvértezni a gyerekét, vagy megerősíteni a gyerekét abban, hogy attól, amit ő értéknek tart, és a környezete nem biztos, hogy ugyanúgy gondolkodik, attól még maradjon amellett az érték mellett. Azt hiszem, hogy ezek a nagy kérdések, vagy kihívások, és mondjuk egy ilyen függő világban függetlennek maradni, hogyan lehet, hogy ennek a világnak valahogy a része maradj. Én azt hiszem, hogy ez mindig megosztó lesz, a gyerek és a monitor és a televízió nézés. Sokat fogunk még róla beszélni, de engedjétek meg, hogy behozzam a nagyszülőket, hiszen tapasztalom és látom, hogy egyre több idősebb ember, szépkorú ember csatlakozik a különböző megosztókhoz, csatlakozik a különböző internetes felületekhez, és éli életét, és én úgy látom, hogy örömet okoz nekik. Tehát én azt látom, hogy az idősebb korosztálynak a számítógép használata, mintha nyílna a világ. Igen, hogy ők nagyon sokszor így tudnak csatlakozni, kapcsolódni egymáshoz, hiszen nagyon sok olyan idős ember van, aki nehezen tudja elhagyni az otthonát például. És ezeken a social médiás felületeken, különböző nyugdíjas csoportokban, ilyen tánc, olyan mozgás, nem tudom, látom én is, nagyon jól tudnak találkozni, és nagyon jól tudnak kapcsolódni egymáshoz. Tehát ez viszont azt gondolom, hogy hasznos. És az sem baj, hogyha egy idős, egy szépkorú, úgymond most ezt használom, hogy nem marad le, mint amit ugye a gyerekeknél mondtunk, hogy ők biztos, hogy fel fognak zárkozni. Tehát, hogy ők sem maradnak le, és be tudnak csatlakozni a világ mindennapjaiban, mert hiszen az egész világot van, amit le tudnak hívni. Ezzel akkor van baj, hogy itt is kialakul a függőség, és arról szólnak a mindennapjaik, hogy ők órákat ülnek a gép vagy a laptop előtt, vagy mondjuk az okostelefonnal folyamatosan játszanak, és egyszerűen nem tudnak róla leszakadni, és mondjuk nem találnak olyan saját programot, olyan gondolkozást
előkészítő és indikáló programot, amivel hát fejlesztik magukat. Mert ha szeparálódnak, mert egyedül vannak, és nincsenek külső kontrollok, nincsenek külső kapcsolatok, és csak így tudnak kapcsolódni, viszont ha nem olvas, ha nem csinál valamit kézzel, nem mozog valamit, és nincsenek úgymond élő kapcsolatai, akkor az is nehézséget okoz. Tehát az a személyes fejlődésében, vagy inkább azt gondolom, hogy talán a demencia felé is viheti, tehát a szellemi leépülés felé is viheti, hogyha csak valamivel foglalkozik, és csak annak a függőjévé válik, és nincsenek élő dolgai a világban, tevékeny dolgai, amikor csinál valamit. Most ha lenne köztünk egy szemorvos, ő azt is elmondaná, hogy mennyiben állt, mint ahogy a gyerekek tekintetében a vibrálásról, a képváltozásról nem is beszéltünk, tehát ez most nagyon tudományos dolog lenne. Szóval a mérték, a felnőtteknél a mérték, a gyerekeknél meg minél később, mikor? Hát szülői felelősség szerintem elsősorban, és itt jön ugye be megint a szülői filozófia és értékrendszer. Mikor? Gondolod úgy, hogy mondjuk a gyermekeidet közel engeded a számítógépekhez rendszerességgel? Ez egy nagyon jó kérdés, és ebben nem fog tudni határozott választ adni. Azt gondolom, hogy egyrészt a gyermekeknek megvan az az időszaka, amikor elkezdenek keményen lázadni a család ellen, ezeket a határokat elkezdik feszegetni, és elkezdik lebontani azokat a megtartó védőhálókat, amikből már elegük van, mert ők majd kiépítik a saját magukét. És azt gondolom, hogy ott lesz az a pont, ahol ők majd módszeresen elkezdenek a falnak menni. Ott már azt gondolom, hogy lesznek ilyenek, amikor ő ezt kéri, követeli, fontos lesz neki, és nem a kortárs csoport miatt, mert azt gondolom, hogy annyira individualista most a világ, és annyira sokféle forrás van, ha csak a tévécsatornák számát nézzük, vagy a kiadott regények és egyebek, vagy akár csak a játékok számát nézzük az interneten, hogy mindenki mással játszik. Tehát ha bemész az iskolába, és ritkábban éled meg azt, hogy a többiek már mindezt csinálják, de én nem, mert mindenki más csinál, vagy én csinálhatok valamit, amit ők nem csinálnak. Ez sokkal megszokottabb is, meg elfogadottabb is a gyerekek között, összehasonlítva az én gyerekkorommal, de nem tudom pontosan, hogy van-e ilyen időpont, amikor én azt mondanám, hogy most már szabad. Valószínűleg ez egy lazítással, egy átmenettel fog lemenni, amikor a nekem fontos történeteket megmutatom a gyermekeimnek filmen, elmondom nekik előre, közben, utána, hogy akkor ebben most mit éltünk, meg mit láttunk, nekem mit jelent ez a dolog. Ők meg majd vállat rándítanak, hogy ez tetszett neked, és akkor ebből jön majd a következő élmény, amit már lehet, hogy ő választ meg. És itt jön be a nagyszülő egyébként felelőssége, mert ugye a nagyszülőknél viszont más szabályok vannak, és abban a szülők nem igazán tudnak beleszólni, hogy a nagyszülő mit enged, meg a nagyszülőnél lehet-e nézni, és hogy ott mit lehet nézni. És hogy ott a nagyszülő van, ott ő tud neki segíteni, amikor megnézi. Tehát nem az van, hogy az én gyerekeim nem láttak Disney filmeket, vagy nem láttak semmilyen filmet, hanem arról van szó, hogy nincs benne a hétköznapjainkban, nincs erre rendszerünk, hogy akkor folyton mikor van a képernyőidő, de el fog jönni ez az idő, felől semmi kétségem nincsen. Azért örülök, hogy erről beszélünk, mert rájöttem, hogy én függő vagyok. De kezdjük ott, hogy egy tévébe ülünk. Ez itt egy tévéműsor, ami hát ugye arra hivatott, hogy gondolkozásra biztassa a családokat, de nálunk, nekem otthon a tévé, az folyton megy. Tehát teljesen mindegy, hogy nappal van, vagy éjszaka, a konyhában vagyok, vagy bárhol vagyok, a háttérben folyamatosan megy a tévé. És már kipróbáltam azt, hogy na jó van, most már fáradt vagyok, csendre van szükségem, és ilyen majdhogy nem pánikrohamot kaptam, hogy... Hát akkor a belső zaj szólal meg, igen. És ez meg rosszabb. A belső hang kihangosítód. Igen, ez meg a másik, hogy nekem kell az, hogy elterelje a figyelmet a saját gondolataimról. És a zenehallgatás például arra gondoltál? Az nem segít, amellett nagyon jól tudok gondolkodni. Tehát kell ez a vizuális egyik, élmény is. Kell egy szakember, akivel leülsz beszélgetni, igen, a belső hangjaidról, és akkor és lehet, hogy könnyű. Azért, hogy megvédjem ezt a műfajt is, ha az ismeretterjesztő csatornákra gondolok,
akkor abból azért tényleg tanulni is lehet, meg tényleg hozza a nyugalmat. Igen, igen, én továbbra is csak azt tudom erre mondani, hogy függő leszek-e tőle vagy sem. Tehát egy természetfilm csatornától pont ugyanolyan függő tudok lenni. Hogy pont ugyanúgy el tudja venni a szabadságomat. Tehát, hogy én továbbra is azt mondom, hogy minden szabad, csak tudjam a mértéket. Hogy én uraljam az életemet. Tehát, hogyha nem én uralom az életemet, akkor innentől kezdve teljesen mindegy, hogy most akciófilmet nézek, vagy természetfilmet nézek, hogy komoly zenét hallgatok, vagy mást, vagy a telefonon most játszom, vagy csak híreket nézek, mert hogy az pont ugyanúgy el tudja vinni az embereket, hogy én komoly dolgokkal foglalkozom, hát híreket nézek, és a hírcsatornákat olvasom még, hogy lássam, mi van a világban. Lehet, hogy másfél órán keresztül folyamatosan, mert mindig kapok valami olyan egyéb érdekes címet, ami magához vonz, és onnantól kezdve nem vagyok szabad. Tehát nekem a telefonomban egy időben lejöttem. Lehet ezeket nevesíteni? Szabad ebben a műsorban? Óvatosan. Tehát valahogy az a bizonyos mindenki, na mindegy, Facebookon fönt voltam egy darabig, aztán azt mondtam, hogy én ezt nem használom, lejövök, és akkor bejött ez a covidosdi, akkor újra föltettem, hogy majd ott akkor megosztok emberekkel dolgokat, és hirtelen rájöttek, hogy én fönt vagyok, rengetegen bejelentkeztek, mindenki azt mondta, hogy ha ismer, puh, nagyon jó. És aztán arra jöttem rá, hogy mivel ez az első oldalon volt a mobiltelefonomon, minden reggel azzal keltem fel, hogy rákattintottam, és elkezdtem nézegetni, hogy ki mit tett föl magáról. És amikor rájöttem arra, hogy ez nekem mondjuk fél órán keresztül ez megy a reggeli ébredésemre, azt mondtam, hogy ez innen jó, és csak annyit csináltam, hogy eldugtam egy másik mappába, tehát hogy meg kelljen keresnem ahhoz, hogy meg akarjam nézni, és tök érdekes, mert azóta egyszer sem, vagy egyszer vagy kétszer kerestem csak rá. Tehát nincs az, hogy a reggeli, és mert ez az én döntésem volt, hogy én úgy akarom indítani napomat, hogy nem ezzel indul a napom, hogy egy fél órát még ébredés után ezzel foglalkozom. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy természetfilm, vagy hírek, vagy bármi egyéb, ha én vagyok fölötte, aki ezt tudom uralni, akkor szabad tudok maradni, ha nem, akkor a függőség magába szippantott, teljesen mindegy, hogy milyen oldalról. És szerintem ez ami nagyszülőként, szülőként, meg azt hiszem, hogy a gyerekekként ugyanúgy kérdés tud lenni, hogy függő vagyok-e, vagy szabad. Tehát valahol érdemes tudatosságot belevinni ebbe, hogy mennyit akarok, vagy mennyit engedek. Akár időben, akár témakörben is. Hogy, elég hogy mi erősek az, amit... vagyunk mi ehhez. Tehát, nem, azért igen, mondom, ez hogy érdemes kérdés lenne. Azért érdemes lenne, nem, szerintem nem, nagyon kevesen erősek ehhez. Igen. Nem hiszem, hogy elég erősek vagyunk, és elég rafkósak már ezek meg, a cuccok. Igen. Hát pont az a lényeg, hogy beszippant. Egyébként az ismeretterjesztéshez kapcsolódnék vissza, hogy nekem meggyőződésem, hogy az a gesztenye, amit nem én kaparok ki, hanem elém rakják, azt biztos, hogy el fogom felejteni. Tehát, hogy tök jó megnézni a természetfilmeket, mert gyönyörűen vannak. Tehát tényleg már szinte 80-as évek óta olyan természetfilmeket igen. lehet látni, ami lélegzetelállító. De hogy az abban elhangzó tényanyagot, állatneveket, stb. Azt nem fogom megjegyezni azután, hogy 45 perc eltelt a film óta, az szinte biztos, mert hogy passzív vagyok, ülök, nézek, nem történik semmi, nem tudom megfogni, nem vagyok ott, nem szívom be a szavanna levegőjét, tehát hogy egy csomó élmény, ami segítene ezt elmélyíteni, az nincs. Ráadásul, hogyha ez a 8. tévéadás aznap, akkor még pláne nem. Olyan téma, amiről az elkövetkezendő 100 000 évben sokat fognak beszélni, én azt hiszem, mint a nagymama, engedjétek meg, hogy azért elmondjak egy példát, amikor volt az a bizonyos időszak, hogy nem találkozhattunk az unokákkal, a gyerekekkel, mert hogy a járványhelyzet ezt adta, és egyszer csak csörgött a telefonom már hosszú nem találkozás után, és a telefonomat, ahogy felvettem, megjelent egy unoka fej. Annál jobb érzés a világon nincs, hogy láthattam is őt. Ilyenkor azért a kütyüket tudom értékelni. Ez így van. Megvan annak az előnye. Ezek a covidos ebédek, amikor össze be van kapcsolva a számítógép, és ott az egész család az asztal másik végén, meg a nagyszülők. Szerintem ez egy egész másik műfaj. Igen. És ebbe sohasem fogunk beleunni, vagy ez nem lesz, nem tudom, hogy hol tud káros lenni. De... Tudom, hogy hihetetlen, ismét elrepült az idő, úgyhogy megint nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem Papp Csillának, Tolnyai Gábornak és Páncél Gábornak ezt a beszélgetést, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!